Erős várami Istenünk, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, foglaljunk helyet. Köszöntök mindenkit ezen a szép nyári délelőttünkön, amely a Szent Háromság ünnepét követő 11. vasárnap. Innen a mi kis szekszárdi evangélikus gyülekezetünk templomából a kedves televízió nézőket is köszöntjük. Már az elmúlt héten is a 9. számú liturgia kísérte együttlétünket, jelzi, hogy a egyházi esztendőnek az utolsó negyedében vagyunk, hiszen majd ez az ének kísér minket egészen az új adventig. De a mai napon még Bodó Ági szolgálatban lévő kedves kántorunk vezetésével együtt éneklünk. A mai motto, az egész igei tartalmat összefoglaló mondat talán ez lehetne, Isten kegyelméből élünk. Ez a gondolat hatja át az igéket és majd az éneket is. De kezdjük egy hálaadó énekkel, az 57-es számú jól ismert dalunkkal. Thank you.
Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, bölcsességének nincs határa. Fölsegíti az Úr az alázatosokat, földig alázza a gonoszokat. Gyönyörködik az Úr az őt félőkben, akik kegyelmében reménykednek. Vezető igénk a Római Levél 5. fejezetéből köszönt ránk. Krisztus által a hitben van menetelünk ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk is azzal a reménységgel, hogy részesedünk Isten dicsőségében. Az ő Jézus Krisztus Urunkban megtestesült kegyelme most is áradjon ránk bőségesen. Isten színe előtt megállva most csendesedjünk el, imádkozzunk. Hálával köszöntünk téged, drága mennyei atyánk, ezen a mai reggelen. Köszönjük, hogy alkalmat és helyet készítettél, hogy most együtt lehetünk kicsik és nagyok a te nevedben. Köszönjük, hogy vártál minket. Segíts megérkezni hozzád lélekben. Mindenek előtt hadd rakjuk le lelkiismeretünk, szívünk minden terhét. És kérünk, újíts meg minket a te minden értelmet meghaladó, bűnbocsátó szereteteddel. Az Úr Jézus nevében. Ámen. Testvéreim, felcsendül a jó hír ezen a mai napon is. Isten megkönnyörült rajtunk. Jézus Krisztust azért küldte el ebbe a világba, hogy ő a bűnösöket megmentse. Dicsőség azért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez Isten jó akarata. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istenünk igéjét, mely ezen a mai napon lekcióként, olvasmányként szólal meg és kísér bennünket. Megírva találjuk ezt a részt Pál apostol 1. korintusi levelében, a 15. fejezet 1-11 versében a következőképpen. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözöltök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhány azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torz szülöttnek, megjelent nekem is, mert én a legkisebb vagyok az apostolok közül. Aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok,
és hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Ezért akár én, akár ők, így prédikálunk, és ti így lettetek. Válaszul a mi Istenünk örökké való szavára, valljuk meg most együtt közös hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, mielőtt mai alapigénket felolvasnám, bevezetésként hadd utaljak a beköszöntőben is említett mondatra. Az egyházi esztendőnek ezen a szakaszán, így a nyár vége felé járva, az utolsó negyed, nagy utolsó nagy etap előtt állva, mindig ez kerül elő témaként, évről évre a különböző igéken keresztül. Isten kegyelméből élünk. Izgalmas dolog ez. Még a nagyon gyakorlott hívő embert is sokszor megtéveszi ez a tény, hogy Isten kegyelmét vesszük. Tudnillik, azt hiszem, a legtöbbször arra gondolunk ösztönösen, hogy igen, Isten kegyelme kellett ahhoz, hogy mondjuk a megtérésünkör valóban eltörölje minden istentelenségünket, és a magáénak fogadjunk. Sokszor magamat is azon kapom, hogy Isten kegyelmére így gondolok, mint valami egyszer-egyszer megjelenő dologra, amely kapcsán mondjuk hívővé lettem, meg amely olyan nagy bűnökkor, olyan különösen nagy nehézségekben úgy lehajol hozzám. Csak hogy a bibliai üzenet Isten kegyelméről egész másként beszél. Ez is benne van, de sokkal több. János apostol az által írt evangélium elején mondja a híres mondatot, hogy láttuk a testélet igét,
Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, és tőle vettünk kegyelmet kegyelemre. János úgy vall a kegyelemről, hogy az egy napi dolog. Azt nem egyszer vagy néhányszor kapjuk, hanem abból élünk. Csak egy illusztrációt gyorsan hagyd mondjak, egy közeli élmény. Néhány napos távolét után hazaértünk, és kérem, ne mondják el az illetékesnek, de azt láttam, vagy azt láttuk, hogy drága apósom teraszon kirakott gyönyörű virágai helvadoznak, a halálukon vannak. Valahogy elmaradt a megöntözés. Arra gondoltunk, hogy hát úgyis elég eső esik az égből, az majd elég lesz, de nem tűnt elégnek, nagy bajban voltunk, most mi lesz? Persze feleségem, persze gondos kézzel gyorsan meglocsolta őket, és vártuk a csodát, hogy szinte a halálos helyzetből valahogy felemelkednek ezek a virágok, és minden rendben lesz. Bekövetkezett a csoda. Valóban életre kaptak. De az jutott eszembe, most így a témánkhoz kapcsolódóan, hogy ezek a terasz virágok sem úgy vannak, hogy egyszer van szükségük valamiféle gondoskodásra, mondjuk amikor kitesszük őket a teraszra, gondoskodva a kaspóról, meg megfelelő földről, meg egyszer-egyszer esőről, rendszeresen öntözésre, vízre van szükségük. Ezt a magam fajta ilyen betonagrármérnöknek persze újra és újra tanulnia kell, meg gyakorolnia kell, a testvérek talán tudják. De azt hiszem, hogy így van a kegyelem is. Nem arról van szó, hogy egyszer kihelyez minket az Isten valahogy, egyszer magához hív, megtértünk, egyszer-egyszer nagy bűnöknél, amikor már nagyon elaltunk, felemel. A kegyelem az rendszeres öntözés. Attól marad virágba borult a mi hívő életünk. Na hát erre a témára egy ősi, különlegesen erős példa az ige, amelyet hoztam a kedves testvéreknek. 4-5 évente ez felbukkan a mi liturgiai rendünkben. Ez az ige megtalálható a második Sámuel könyvében, a híres történet egy részlete, Dávid élettörténetének egy különös szakasza. A következőképpen felállva hallgassuk Isten igéjét. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt, tudnélek a prófétát. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt, a szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölébe feküdt, mintha csak a lánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak. Ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra lobbant az ellen, az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő úrra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt elkövette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel ilyen könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak. Te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Én kentelek föl Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is, és ha ezt keveselted volna, meg sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felel Dávidnak. Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, meg kell halni a fiadnak, aki született neked. Ez Istenünk igéje. Ámen. Egy nagyon-nagyon nehéz ószövetségi szakasz ez, bár jól ismert, és többször elénk kerülő ószövetségi szakasz a most felolvasott textus Sámuel második könyvéből. Dávid híres bűnesete Betsabéval, házasságtörése és gyilkossága után történt az, amit felolvastam az imént a Szentírásból. Tükröződik ebben a nagyon nehéz történetben a bűn természete, a bűnbánatnak a sajátságos természetrajza, de ami miatt ezen a mai vasárnapon most előttünk van, Isten kegyelmének a természete is kiábrázolódik ebben a történetben. Bár első hallásra és furcsának tetszik, de az Isten kegyelmének különleges természete mutatkozik még ebben a történetben is. Először is
Nézzük a bűn természetét. Hadd próbáljam felidézni az egyébként jól ismert esetet, hogy ugye mi is történt ezen különleges prófétai látogatás előtt. Mi is volt az előzménye annak, hogy Nátánt beküldte Isten Dávidhoz. Azt láttuk a korábbi fejezetekben, hogy Dávid király hatalma csúcsára ér. És ekkor ott hatalma csúcsára érkezve először megtesz egy olyas valamit, apróságnak tűnő dolgot, amit előtte esze ágában nem volt megtenni. Bár ő nem csak király, hanem Isten akarata szerint hadvezér is, először a filiszteusok elleni hadviselésben ő maga nem megy ki a csatatérre, hanem kiküldi a csapatait és vezéreit. Ő maga otthon marad. Innen indul ki a történet. Látszólag apróság. Látszólag ebben semmi baj nincs. Bár hadvezér is, de most nem tesz eleget ennek a kötelességének, otthon marad nemrég épült királypalotájának a teraszán. Innen aztán lavinaszerűen indulnak az események, kisebbek követik a nagyobbakat. Ott az alkonyatkor járva-kerve a palotája teraszán észrevesz egy gyönyörű asszonyt, felülről az egyébként zárt jeruzsálemi kertekben belelát, és lát egy gyönyörű nőt, amit éppen fürdőzik. Nem csak, hogy meglátja, hanem legelteti rajta a szemét. Nem csak legelteti rajta a szemét, hanem elkezd érdeklődni. Egy szolgát küldet oda, tudakolja meg, ki ez a nő. Nem csak a nevét tudja meg, hanem azt is, hogy férnél van ez az asszony. És a férje éppen az egyik hetita származású nagyszerű hadvezér, aki kint van a csatában a filiszteusokkal, egy bizonyos Úriás. De itt sem áll meg Dávid. Enged vágyának, magához hivatja a nőt. Vele van méghozzá sokszor. És mikor kiderül, hogy gyermeket vár Betsabé tőle, ebből a házasságtörő kapcsolatból, akkor próbálja valahogy elsimítani a kapcsolatot, ezt is hosszasan, részletesen írja a Szentírás, de miután nem sikerül csellel valahogy becsapni Úriást, így aztán gyilkossághoz folyamodik Dávid. Egy levelet küldet ki a frontra magával, a Úriással, és abban a levélben meghagyatja az ottani parancsnak, hogy állítsa abba az élvonalba Úriást, ahol biztos halál vár rá néhány napon belül. Be is következik ez. Az a döbbenetes, kedves testvérek, a történetet olvasva, fejezetről fejezetre látva, az a döbbenetes, hogy mivé lesz ez a nagyszerű ember. Nekem személyes ószövetségi példaképem Dávid, és mindig megfájdul az ember szíve, amikor látja, hogy ez a sok talentummal felruházott, ez az okos, ez a nagyszerű, ez a bátor, derék ember mivé lesz. Hát emlékszünk, ő az, aki annyira bízik Istenbe, hogy neki megy fiatal tinédzserként annak a 270-es hatalmas nagy Góliát nevezetű filiszteus harcosnak, és legyőzi az Istenbe vetett hitével. Olyan tehetséges ez a Dávid, hogy tud újra országot szervezni, határokat megszilárdítani. Filiszteusok ellen visel többször is hadat, méghozzá sikerrel, palotát épített. És ő az, aki Istenbe vetett hitének és Istentől kapott költői tehetségének köszönhetően, hát zsoltárok tucatjait írja, és mi is ebből élünk szinte, amikor a Zsoltárok könyvét olvassuk. Lám, ilyen a bűn természete. A bűn ebből a nagyszerű emberből egy aljas brigantit csinál. Ez a nagyszerű Dávid, miután a bűn csapdájába esik, egyszerűen egy aljas emberré lesz. Az a fantasztikus tehetség és erő, ami az övé, ha Istent elhibázza, ha nem Isten útján jár, akkor ilyen romboló elővé válik. Félelmetes ezt látni. És azt is félelmetes látni, hogy Dávid bűne nem úgy köszönt be, egyik napról a másikra elhatározza, hogy már pedig ő házasságtörő és gyilkos lesz. Nem. Hosszú folyamat alatt. És a dolog onnan indul ki, hogy célt téveszt. Mellesleg ez a szó sokféle képpen a Bibliában előjön, és hát a bűn egyik szinonimája. Céltévesztés. Céltéveszt az elején. Hadvezér, de nem megy ki hadat vezetni. Ebből az apró kis mellélépésből, amely annyira ártatlannak tűnik, egyre nagyobb távolságra távolodik az Isten kirendelt útjától. Észre se veszi ezt a távolodást. És a végén lesz aztán igazi törvényszegéssé az ő útja. Borzasztó, félelmetes látni a bűn természetét a történetben. Hadd jegyezzem meg, kedves testvérek, hogy ezt a jól ismert történetet, amely 4-5 évente azért elénk kerül, és hát testvérek közül sokan ismerik, én magam is sok magyarázatát olvastam, sokféle megközelítése létezik. Természetesen mindegyik helyes a maga módján. És most lehetne például azt a megközelítést választani, amely kicsit olyan félelmet keltő, hogy lám,
Vigyázzunk nagyon jól, mert ha ez a nagyszerű Dávid király is így el tudott távolodni Istentől, akkor mennyivel inkább mi hajlamosak vagyunk erre, úgyhogy húzzuk be a nyakunkat és nagyon vigyázzunk. Az az igazság, hogy ez igaz. Ez a megközelítés teljesen jogos, és szól is hozzánk. Igaz. De hadd ajánljak egy másik megközelítést a testvérek figyelmébe. Nem mellőzi az imént említettet, csak talán még mélyebbre vezet. És ez a másik megközelítés tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan győz a bűn átka felett az Isten megígért kegyelme. Mert hogy érdemes tudni, az eset előtt, Dávid bűnbeesése és eme mai textusunk előtt, azt megelőzően jóval, elhangzik egy ígéret Isten részéről a frissen lett királynak, Dávidnak. Ebben Isten megígéri, hogy Dávid utódait, az ő házát áldottá teszi. És ezt az ígéretet hallva a király nagyon örül, és ezzel az imádsággal válaszol. Valóban, Uram, ó Uram, Te vagy az Isten, és igazak a Te ígéreteid. A Te ígérted szolgádnak ezt a jót. Áld meg azért kegyelmesen szolgád házát, örökké színed előtt legyen, mert Te ígérted ezt, Uram, mert a Te áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz. Ez történik a nagy bűneset és a próféta ellátogatást jóval megelőzően. Úgyhogy íme a másik megközelítés, bár igaz az előbb említett, mennyire kell vigyáznunk, ha Dávid ilyen esendő volt, de íme ez a másik megközelítés. Vajon mi nagyobb? A bűnnek ez az imént említett félelmetes természetrajza, a bűn átka, amely még Dávidot is csapdába csalja, ez nagyobb? Vagy az Isten megígért kegyelme és annak különleges útjai, melyik a nagyobb? Persze érzik a testvérek, költői a kérdés, hiszen nem az lenne a válasz, hogy az Isten kegyelme nagyobb, akkor én most nem is állnék itt, nem is lenne érdemes igét hirdetni. És az ige hirdetés, az evangélium lényege éppen ez, hogy az Isten kegyelme nagyobb. De nézzük is, hogy hogyan mutatja meg Isten kegyelme ezt a nagyságát. Hogyan győzi le a bűn átkát. Azzal kezdődik mai textusunk, hogy elküldte akkor Isten az ő prófétáját, Nátánt. Ez, és az a tény, ami az a beszélgetés, amely ezután jön, elég félelmetes. De ha jobban belegondolunk, akkor Isten kegyelmének a győzelme és nagysága éppen itt kezdi megmutatni a maga valós hatalmát és életét. Gondoljunk bele, kedves testvérek, ha Isten nem küldte volna be a prófétát Nátán Dávidhoz, ha ez a kemény lecke nem szólal meg Dávid fölött, akkor Isten ezzel azt igazolta volna, hogy győzött a bűn. Nem ismerte meg Dávid a bűn természetrajzát, bele is esett a csapdába, hát most annak az átka meg minden következménye az övé. Csak hogy Isten nem hagyja a maga ígéretét, és nem hagyja az ő szeretett emberét. Na, hogy utána küldi az ő prófétáját. Egyszerűen hagy mondja, na, hogy Isten megszólaltatja az ő bűnt leleplező igéjét. Mert az Ószövetség értelemben egy trónteremben megjelenő próféta, ebben a helyzetben megjelenő Isten íge. Ott kezdődik az Isten kegyelmének a győzelme, hogy megszólal az Isten, és leleplezi a bűnt. Ez roppant kellemetlen dolog. Húzzuk a nyakunkat, és nem nagyon kívánjuk. De jobban belegondolunk, ez is az Isten győztes kegyelmének és tervének a része. Nem hagyja annyiban. Leleplezi a bűnt. Leleplezi Dávid bűnét is, aki annyira messze ment, szép lassan, fokozatosan őtőle, annyira céltévesztett, hogy észre sem veszi. Leleplezi a bűnt. Mellesleg olyan érdekes ez a történet, ez a példázat, amit Nátán mond. Annyira ügyesen van megfogalmazva, nyilván Isten lelkétől ihletve, hogy a történetet hallgató Dávid mit sem sejtve, önmaga mondja ki az ítéletet önmaga fölött. Hallva a történetet, felpattan vörösülő fejjel, egyébként Mózes második könyvében egy konkrét törvényre hivatkozva, azt mondja, négyszeres büntetés kell fizetni ennek a példázatbeli gazembernek. Jogos a büntetés fölötte. Észre sem veszi, de tulajdonképpen teljesen jogosan magát ítéli el. Nagyon különleges az a pillanat és a történetet, legtöbbször, amikor ábrázolják képzőművészek, éppen ezt a pillanatot ragadják meg. Elképzeleim én magam is, hogy Nátán, halva Dávid önmaga felett tett tulajdonképpen öntudatlan ítéletét, Nátán csak rámutat öreg ujjával, és azt mondja Dávidnak,
te vagy ez. Döbbenetes lehetett Dávidnak szembesülni ezzel. És azt hiszem, boldogok vagyunk, ha úgy ülünk itt, hogy ha talán nem is ilyen súllyal, de ennek valamilyen árnyalatával azért ismerjük ezt az érzést. Mit jelent az, amikor Isten igéje egyszer csak azt mondja, hogy de hiszen te vagy az. Te vagy az, aki kegyelemre szorulsz, mert most hibáztál, eltértél a céltól, messze kerültél attól, csak néhány lépésre, vagy sok-sok lépésre, attól, amit az Isten rendelt. Te vagy az, akinek most vissza kell fordulni. Bármennyire furcsa, bármennyire talán kellemetlennek tűnik, de mégis áldottak, boldogok vagyunk, ha ismerő számunkra ez, amit Dávid nyilván sokkal drámaiabban és nagyon mélyen átélt azon a ponton. És itt jön a bűnbánatnak a sajátos természetrajza is a történetben. Mert Dávid mondhatta volna a 10 féle kifogás valamelyikét. Mérgében, mert hatalmánál fogva megtehette volna, akár elzavarhatta volna Nátán. Nekem ilyet ne mondj. Ne kritizálj engem, hogy jössz te ehhez. Dávid egy valamit tesz. Elismeri Isten igazát. Ez a bűnbánatnak a leggyönyörűbb vonása. Amikor bánkódunk saját elhibázott, elmaradt, kisebb vagy nagyobb súlyú bűneink felett, akkor tulajdonképpen igazat adunk Istennek. Sőt, egy másik szót hadd ajánljak a testvérek figyelmébe, amikor jó néhány évvel ezelőtt először hallottam, lenyűgözött engem, amikor bevalljuk bűneinket, igazat adunk Istennek, Isten dicsőítjük. Bármennyire furcsa, a bűnbánó ember tulajdonképpen Isten dicsőíti. Jerikó városa elfoglalása után az Ószövetségben jön egy ilyen történet, amikor Józsué egyik embere bűnt követel, megszegi Isten parancsát, és amikor miatt a nagy bajba kerül az egész sereg, és maga Józsué is tudomást szerez a vétekről, akkor odaáll Ákán elé, a bűnös elé, és ezt mondja neki, dicsőítsd Istent, és mondd meg az igazat. A bűnbánat természete ilyen egyszerű. Dicsőíti Istent, és azt mondja, Uram, nem nekem van igazad, bár magyarázhatnám sokféleképpen, neked van igazad, amikor azt mondod, vissza kell fordulnom hozzád, rendeznünk kell az elmaradt dolgokat, kegyelemre van szükségem. Azt hiszem, hogy Dávid utólag azt kellett, hogy megértse, hogy Isten kegyelmére nem csak akkor volt szüksége, amikor Sámuel előtt királyá szentelte, kente a szent olajjal, Isten lelkével, hanem mindig is szüksége volt Isten kegyelmére. Talán ezt nem vette komolyan, amikor már ereje, hatalma teljében volt, és azt gondolta, most már megy magától minden. Épp talán éppen erről feledkezett el. Mert nekem naponta szükségem van az Isten kegyelmére, hogy az célirányba tartson, hogy az apróbb ilyen céltévesztésekből is visszahozzon és lemosson. De most, amikor nagy baj van, amikor teljesen elhervadt az ő életének a virága, most bevallja, és Istennek igazat ad. Vétettem az Úr ellen. Olyan érdekes, hogy erről az esetről, bár maga a textus nem írja, de egy másik helyről tudjuk, hogy Dávid mit élt át. Az 51. Zsoltár, azt hiszem mindnyájunk által jól ismert bűnbánó Zsoltár, ugyanis azt a feliratot hordozza, hogy akkor mondta el Dávid, amikor Betsabéval való bűne miatt bement hozzá Nátán. Ez a Zsoltár egy szívbéli fohász. Nyilván utólag fogalmazódott meg, de ezt élte át Dávid, amikor lelepleződött saját céltévesztése, és amikor igazat adott Istennek. Hallgassunk csak bele. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal, teljesen mosd le rólam bűnömet, vétkemtől tisztíts meg. Engedd, hogy vidámságot és örömet halljak, megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Olyan érdekes, kedves testvérek, hogy amikor Dávid itt ebben a bűnbánó imádságban Isten kegyelmét kéri magára, akkor a kegyelemmel kapcsolatban 3 dolgot is elmond. Nem ilyen tételszerűen, de ebben a gyönyörű költői fohászban. Tulajdonképpen 3 dolog is kiderül a kegyelemről. Úgyhogy volt már itt szó a bűn természetrajzáról, meg a bűnbánat természetrajzáról, de most jön a lényeg. Ez meg a kegyelem, az Isten kegyelmének a természetrajza.
Először is Dávid hiszi, hogy az Isten kegyelme úgy működik, hogy eltörli a bűnt. Nem elfedi valami kis rongyal, ne legyen szem előtt. Nem ad akta helyezi valami polcra, titkosítva, majd 50 év múlva esetleg előkerül az érdeklődő történészek számára, hanem eltörli. Istennél van ez a hatalom. Nála van, csak egyedül nála ez a hatalom. Ő képes bűnöket eltörölni, nincs a világon ilyen hatalom, csak nála. A kegyelemnek ez az egyik sajátossága, eltörli a bűnt. Annyira igaz ez, hogy később, ha megnézzük ezen különleges eset után a Dávidról szóló igéket, sehol nem találjuk azt, hogy Isten úgy beszélne Dávidról, hogy hát igaz, ő az én választottam, a szívem szerint való férfiú, hát akinek volt az a csúnya esete Betsabéval, Isten ezt nem emlegeti többé, eltörli. A másik, ami kegyelül a kegyelemből, azt mondja Dávid, hogy erősíts meg, támogass. A kegyelem egy erő is. Erő arra, hogy az Isten útján járjunk. Nem egy jogi, nem egy bírói aktus, megbocsátok. Valami aktív erő is, ami életet ad, ami táplál. Ezért kéri így Dávid. Töröld el, és támogass ezzel a kegyelemmel. És még valami van benne, ez is a kegyelem természetrajzához tartozik. Hadd tanítsam utaidra a bűnösöket. Azért elképesztő, nem? Itt van frissiben az ő hatalmas bukása, és mégis reménykedik abban, hogy Isten eltörli a bűnét, megerősíti őt, és van annyi bizalma Istennek, hogy ő még a megtérő bűnösök tanítója is lehet. És igaz, az Isten kegyelméhez ez is hozzátartozik. Az Isten kegyelme bizalom is, szeretet is. Az Isten kegyelme bizalom és szeretet is. Eltörli, erővel ruház fel minket, és tökéletes bizalmát garantálja. Fehér lapot, tiszta kezdést, új kezdetet ad. Ez a kegyelem természetrajza. Még zárásként egy fontos megjegyzést kell tenni, hiszen a felolvasott textus végén azt hiszem, hogy mindnyájunk füleit azért megütötte az a néhány mondat. Hiszen Nátán hirdeti a kegyelmet, de szomorúan azért hozzáteszi, meg kell halni a fiadnak. Annak a fiúnak, aki ebből a frigyből született, most a házasságtörésből és gyilkosságból született, neki meg kell halnia. Nem itt ezen a helyen, de az egész Bibliában azt hiszem, azt a magyarázatot találjuk erre, hogy bár Isten adja ingyen kegyelmét Dávidnak, de mivel Dávid élete egy ilyen frontvonalon lévő, mindenki által látott élet, az ő élete olyan, mint egy óriás plakát, az egész város látja. Ezért fontos tudni mindenkinek, hogy a bűnnek van következménye. Hogy a bűnt csak úgy lehet helyrehozni, hogyha egy áldozat is bemutattatik. Van bűnbocsánat, van kegyelem, de azért egy fiúnak az életét kell adni. Biztos sejtik a testvérek, hogy mire utalok. Győz a bűn átka fölött a Dávidnak tett isteni ígéret és a kegyelem. Dávid háza örökre áldott marad annyira, hogy 1000 év múlva az ő házából származott egy másik fiú. Ő is a király lesz származottja. De nem csak az övé, hanem az Isten egyszülött fia. Ő áldoztatik fel. Ő adja az életét a Golgotai keresztfán. Mert a bűnért, mindnyájunk bűnért, kicsikért és nagyokért, az apró céltévesztések miatt, de a gyalázatos törvényszegések miatt is, valakinek a következményt hordoznia kell. És Isten úgy mutatta meg rajtunk a kegyelmét, és ez is az ő kegyelem természetrajza, hogy az ő fia, ez a drága fiú, egyszer és mindenkorra és mindenkért adta az életét. Hogy ne kelljen rettegni, hogy ne kelljen adósnak érezni magunkat, hogy bátran merjünk hinni a kegyelem természetrajzában. Eltörli vétkünket, erejével támogat, a szeretet bizalmával ajándékoz fel. A történet is a mai nap erről szól, erről a kegyelemről. És arról, hogy balgák lennénk azt gondolni, hogy a mi életünket Isten csak egyszer akarta meglocsolni az ő kegyelmével. Olyan időket élünk, mint ez a nagyon mereg augusztus vége, ahol az Isten kegyelmére különösen is minden nap szükségünk van. Tanuljunk a régi királytól. Minden nap engedjük,
hogy úgy jó alaposan meglocsolja, át formálja, áztassa kegyelmével a mi lelkünket, életünket. Csendben most imádkozzunk, és az orgona szó által kísért csendben fogalmazzuk meg szép béli fohászainkat. Közös életük során. A kórházi orvosok ajánlására kérjük testvéreket továbbra is a maszk és kézfertőtlenítő használatára, amelyből elegendő áll rendelkezésre a templom ajtónál. Köszönjük! Egy hónapos számítógépes alaptanfolyamot szeretnék indítani ősszel azoknak a testvéreknek, akik szívesen megismernék a gép kezelését, e-mail címet hoznánk létre, és elsősorban az evangélikus tartalmakat használhatnák. Az érdeklődők kérjük iratkozzanak fel a tanfolyamra. Szeretnék a gyülekezet címjegyzékét is frissíteni, aki még nem tette meg, kérjük Isten tisztelet után a teremben e-mail címét is adja meg, hogy híreink mindenkihez eljussanak. Amint láthatták a testvérek, orgonánk helyszíni generálozása nagy erővel folyik. Előre láthatóan szeptember közepére készül el. A több mint 4 millió forintos pályázati felújítás önrésze 1,2 millió forint ránk hárul, így tovább folytatjuk a gyűjtést a hátsó ládáinkban, pénztárosunknál és bankszámla számunkon. Következő feladat, ha Isten segít minket, a parkoló bővítése, valamint az épületek és a járdák találkozásánál a szigetelés megjavítása. Önfenntartásunk eléréséhez az egyház fenntartási járulékot is viseljük szívünkön. Múlt heti persejpénzünk 30.850 forint volt. Főénekünk befejező versét énekeljük. Nemzeti ünnepünk alkalmából a mi atyánk után énekeljük el együtt a himnuszt. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Kegyelmes mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálával köszönjük minden jó adományodat. Erősíts hitünket, hitünk látását, hogy észrevegyük a legapróbb tőled kapott ajándékot is. Köszönjük a hitet, a közösséget, a lehetőséget, hogy mindent most kegyelmedbe ajánlhatunk. Így kérünk, drága Urunk, hogy áld meg szeretteinket, közel és távol lévőket, kicsiket és nagyokat. Irgalmatba ajánljuk az örvendezőket, a jó egészségnek örvendőket. Különösképpen is kérünk, terjeszd ki áldásodat mindazokra, akik szenvednek testi, lelki betegségben, kereszt súlya alatt. Drága Urunk, kérünk, légy pásztorunk, egyen-egyenként életünknek, családjainknak. Kérünk közösségünkért is, hogy vezess minket, s add, hogy tőled kapott hivatásunkat betölthessük. Kérünk téged nem csak magunkért, de egész lakóhelyünkért. És most így közel a nemzeti ünnephez különös hangsúllyal hagyd kérjük áldásodat egész drága népünkre. Hallgass meg minket, amikor most közös fohászunkkal így fordulunk hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő szent arcát te felé, és adjon neked békességet.